Ma este az advent jegyében a bukovinai székelyek házaló színjátékát, a csobányolást láthatják. A csobány pásztort jelent a magyar nyelvben, és ez a házaló színjáték közel 300 éves. A csoport élén Heródes király áll, a király szolgájával közösen kiutasítják házukból a hidegben fagyoskodó Szent Józsefet, Máriát és a később megszülető kis Jézust, és ezzel kezdetét veszi a játék, illetve akkor hág tetőfokára a játék, amikor megjelennek a csobányok, a pásztorok, akik ajándékot hoznak a kis Jézusnak. Kérem, fogadják szeretettel ma este ezt a kis játékot. Köszönöm, s hálálló, kik itt hallgattátok alacsony munkánkot, meg se utálátok. Kiért az egekben, legyen koronátok, ti pedig jó gazda, kik szállást adátok. Semmiféle átok ne térjen hozzátok, a kis Jézus áldása szálljon ti rátok. Mi már most elmegyünk, vígan legyetek. Áldás békességet kívánok a következő új esztendőre is. Ó, Szent József, mit gondoltál, hogy is szállod, választottál a ma Én örülök annak, hogy ezt a teret, a megújult Szentháromság teret pont adventkor egy ilyen műsorral, egy ilyen produkcióval, egy ilyen együttléttel tudjuk átadni a közönségnek. Ez a három faragott kődísz, ami az oszlopot díszíti, az tulajdonképpen részben a pestistől való megszabadulását, egy fohászkodás, Dávid király fohászkodása, hogy a bűneink következményétől mentsen meg bennünket az Úristen. Utána a másik, amely a járvány végével történő hálaadást, és a harmadik pedig az oszlop emelését jelképezi, aminek a fogadalmi emléképítésének a latin jelmondata, vagy hát latin felirata, communi studio exurrexit, tehát közös munkával emelkedik ez az oszlop. Én azt szeretném most végül hangsúlyozni, hogy közös munkával szépül meg a budai vár. Folytatódik a munka, nincs miért hátradőlnünk, az óvárosháza régészeti feltárása most zajlik, hamarosan remélhetőleg az óvárosháza is megújul, és hallhatták a Hausmann tervet, hogy a kormány még számos fontos intézkedést tervez a budai várban. Közös munkával felépül, közös munkával megújul, mi pedig itt élők, itt dolgozók, hálásak vagyunk azért, hogy ennek végre eredménye is lett. Látható eredménye, amit itt állunk a Szentháromság téren. Én nagyon örülök, hogy elkészült ez a tér, és a csobányolással birtokba is vehettük.